Azt írja a barátnő ebben a könyvben. De sokat tudsz te, Endre, nem kellett volna neked azt a könyvet odaadni. Zoli ott hajlik meg mindig, ahol a leggyengébb, a mérhetetlen egóján keresztül. Ez igaz. Igaz? Mint mindenki más. Hát Zoli se külön, mint a többi ember. Azért mentem végig az interjú elején egyik másik csomóponton, nevezetesen Amerikán, a szódás szemüveges kisfiún, a lányon, aki aztán eltűnt, hogy úgy te kaptad a pofonokat. Aztán itt volt a börtön. Hogy hány pofon kell szerinted neked, Zoli, hogy le tud csavarni ezt az egót? Nekem mérhetetlenül nagy egóm volt. Remélem, hogy nem kell több, Endre, ezt tudom mondani, remélem, hogy nem kell több pofon. Ez a börtönös azért ez egy elég nagy, ez öklös volt, ez nem pofon volt. Tehát az Amerika, meg a mennyasszonyos elváló sztori, az ehhez képest pofon, ez meg egy ácsúcs. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Herceg Zoltán, divattervező, médiaszemélyiség, megmondó ember, civil aktivista, a fenntarthatóság szószólója. 2022. október 21-én a rendőrök őrizetbe vették, majd letartóztatták. Drogot találtak nála. A gyanúsítás nem csupán fogyasztásról szólt, hanem kereskedelemről. Herceg fél évet töltött előzetes letartóztatásban, majd májusban engedték ki a börtönből. Nyomkövetővel a lábán házi őrizetben élt, mindezt augusztus 20-án szüntették meg. A börtönben töltött fél évről, az azóta eltelt időszakról, na meg a benne végbe menő változásokról könyvet írt. Ő következik. Kicsit szokatlan lesz ez a mostani interjú a korábbi Szavakon túlokhoz képest. Arra gondoltunk, hogy miután azért ennek a beszélgetésnek az apropóját mégiscsak az elmúlt időszak fogja meghatározni, hogy az adja az apropóját, teljesen fölösleges fogalmakon végigmenni, és esetlegessé tenni ezt az interjút. Szóval egy hagyományos interjút fognak látni Herceg Zoltánnal, aki eljött hozzánk, exkluzív az interjú, mert hogy máshol nem nyilatkozik, ezt nagyon szépen köszönöm, és azzal fogadtalak, hogy nagyon ki vagy pattintva, tehát látnivalóan azért megváltozott a külsőd. Hát egyrészt azért a egyetemista korom óta edzegetek, igaz, hogy csak hobbi szinten, de azért azt minden nap nyomom otthon a kis szőnyegemen. Na most bent meg különös jelentősége volt, ott körülbelül dupla vagy tripla intenzitással nyomtam, mert hogy ott nem igen volt választás. Ja, te választhatsz, hogy kislány leszel vagy férfi, és akkor gyorsan választani kell. A kislány az mivel jár? Hát a kislány az nem edz, hanem sír az ágyba, meg aha, szeri a nyugtatókat, és meg összetörik. Ilyet is láttál? Igen. Na most nem a nőkre gondolok, én őket szeretem, tisztelem, de értsük jól, hogy vagy nyuszi vagy, vagy férfi vagy. Én nagyon hamar eldöntöttem, hogy én szabadságommal fizetek, hogyha muszáj, de a méltóságom és az egészségem már nem szeretnék. És ez a mi döntésünk, hogy a méltóságunkkal fizetünk-e? Ez feltétlenül. Ez feltétlenül. Ez megmarad. Ez hívják szabadságnak szerintem. Volt olyan körülmény, vagy olyan szorító kötelem ott, hogy a méltóságod ilyen értelemben veszélybe került? Volt. El is meséled? Hát egy ilyen helyzetben, ahol az ember kényszerűen kerül, önakaratán kívül azért akadnak olyan szituációk, miután ez egy fegyintézet, ahol őrök vannak, meg rabok vannak. Na most az őr az a rab felett áll. Hiába alázd meg, és hiába beszél vele egy csúnyán, és hiába küld el a búzsba, mert megteheti, meg is teszi. Nézel a szemébe, és nem reagálsz semmit. Illetve azt, nem azt, amit ő vár. Ő mit vár? Hát nem azt, hogy bátran nézzek a szemébe, és szó nélkül tűrjem. Mert ez a dolgom, mint fogvatartottnak, hogy szó nélkül tűröm. Tehát semmit nem tehetek. De hát persze, ha másik visszaszólt, meg hőzöngött, meg hiszizett, meg sírt, meg beszólt, nem tudom mi. Hát én nem. De milyen minőségedbe alázott meg? Emberi mi volt ott be, férfiként? Hát előfordult, hogy éreztették azt, hogy a celeb, az ismert, az a divattervező, a papagáj bekerült a börtönbe, és akkor majd megmutatja. Na most, ha a ruhám nem úgy volt összehajtva, ahogy az elvárható, a szabály szerint, akkor a felügyelő adott esetben kiszorhatta a földre, vagy azt mondhatta, hogy maga a divattervező, és nem tudja ruhát összehajtani. Ilyen is volt? Volt.
akkor tűröm. Akkor nem, ezt semmit nem reagálok, akkor összeszedem, összehajtom, és visszateszem a helyére, és kérdezem, így megfelel? Te nagy önfegyelem kellett ehhez? Hatalmas. Hát mert itt kint az életben nem így reagálsz. Itt kint az életben egóból reagálsz. Ott hogy nem tudtál egóból reagálni? Hát túl akartam élni, és nem akartam fogdára kerülni, és az elején elnöptöttem, hogy én méltósággal fogom azt viselni. Beszélünk majd mindenről részletesen, okay. De egy picit, pár mondat, vagy pár kérdés erejéig azért menjünk végig a te életeden, vagy annak legalábbis egyik másik számomra érdekesnek gondolt aspektusán. Nevezetesen, hogy te egy szódás szifon szemüveges, szégyellős kisfiú voltál. Tehát téged úgy kell elképzelni, hogy ültél a sarokban, ez azért is érdekes, mert hogy most egész más oldaladat mutattad meg például a börtönbe, aki ilyen kis csodabogár volt, aki félszeg volt, akire esetleg még köszörülték is a nyelvüket, a társai? Szerintem ez az információ, ez egész kora gyerekkoromban származhat, fiatal koromból, amikor effektív megkaptam a szemüveget. Tehát egy gyerek, egy 5-6-7 éves gyerek, aki nem szemüveges, és hirtelen kap egy szemüveget, az egyszerűen elkezdi szégyelni magát az osztályba, hogy ő szemüveges, béna, kis hülye. Gonoszkodtak is veled? Nem, de én attól szégyelhettem magam, és lehettem a hülye szemüvegtől félszeg, hát olyannyira, hogy én nem is hordtam. Tehát ugye nyilván szüleim rám parancsoltak, hogy a szemüveget hordani kell, meg kisfiam, meg meggyógyul a szemed rá, és az egyiket le is ragasztották, na hát az volt aztán a ne további a hülyeségnek, hogy ilyen félszemű hülye gyerekként menjek be, és egy 7 éves gyerek is már érzi, hogy ez ciki az osztályba. Hát mit szólnak a többiek? A csajok. És akkor levettem szépen, amikor kimentem otthonra, levettem szemüveget, és én szemüveg nélkül voltam az iskolába, aztán hazamentem, és fölvettem. Most ezt játszottam évekig. De hogy lett ebből a félszeg fiúból a pesti éjszak egyik playboya? Hát talán pont emiatt lett. Tehát én gondolkoztam rajta, hogy hogy lettem papagáj, és lehet, hogy pont ez a félszegség, ez az elbújás, és ez a háttérbe szublás, ez a szégyenérzet hozta ki belőlem a na majd én megmutatom érzést. Hogy menő vagyok? Hát, hogy figyeljetek rám. Uh-huh. Mert nem az vagyok, akinek gondoltak. Vagy nem az vagyok, akinek én gondolom, hogy ti gondoltok engem. És akkor figyeljetek rám, mert van bennem azért. Én azért ezzel együtt, hogy esetleg ilyen szódászifonos kis csávú voltam, én nagyon sokat rajzoltam, nagyon sokat írtam, nagyon sokat alkottam, és volt, mint megmutattam a világnak. És akkor ezek az alkotások előbb-utóbb ráhúzottak a ruhatáramra, ráhúzottak az egész egyéniségemre, személyiségemre, mondom, hogy figyeljetek rá. Szeressetek. Fogadjatok el. Nézzetek, milyen színes vagyok, nézzetek, milyen érdekes vagyok. Szerintem ebből lett a divattervezősdi. Viszont volt időszak, amikor ez neked nagyon fontos volt. Beszélgettünk már erről, nem is az ügy részletei fontosak szerintem most már, hogy annyira érdekesek. Ugye te összebarátkoztál, vagy megismerkedtél egy hollywoodi sztárral, Michael Madsennel, kimentél Amerikába, mindent felszámoltál, abban a reményben, hogy te világhírű hollywoodi divattervező leszel. Ez nem jött össze, több okból kifolyólag, tán nem is volt az egész annyira üzletileg előkészítve, meg tán Madsen sem gondolta ezt annyira komolyan, mint amikor ez elsőnek elhangzott, vagy elsőként elhangzott, te abba jóformán belerokkantál. Tehát hazajöttél Amerikából, és fél évig vegetáltál. Hát ez a hülyeség is megfordult a fejembe, igen, hogy egy világhírű divattervező vagyok úgy, hogy egyébként nem is vagyok annyira elhivatott a szakma iránt, egyszerűen csak belecsöppentem ebbe. De mi érdekelt akkor téged? A pénz, a hírnév? Inkább a hírnév, az ego. Az ego az csinálta ego. Ezt. Hát persze, az ego hogy csinálta ezt. Hogy szeressetek, hogy figyeljetek rám, és még nagyobb hatósugárba leszek én, Herceg Zoli. Egyrészt igen, másrészt meg engem Amerika azért mindig vonzott. De hogy felszámolj mindent, egy jól működő üzleti vállalkozást, a hírneved, a branded, sútba dobd, és kimenj kvázi hozomra Amerikába, majd gyere vissza kudarc élménnyel, azért ahhoz kell egyfajta naivitás, nem? Kell. Hát persze, hát az én vagyok, az is én vagyok. Hát persze. Naív vagy nagyon? Hát én nagyon, nagyon szeretném hinni, hogy egyre kevésbé. Tehát az van, hogy megszületünk egészen naivan, tehát konkrétan csak gőgicsélni tudunk, és elmegyünk valahogy ebből a világból. Én nagyon remélem, hogy kávé úgy fog majd elmenni, hogy ahova Szepes már jutott 99 éves korára. De most már kevésbé vagy rászehető és jó hiszemű, mint 10-15 évvel ezelőtt? Hát Amerika volt az egyik lecke, ez a börtön sztori volt a másik lecke, az ember fontosan kapja a leckéket, egészen addig kapja a leckét, míg meg nem tanulja, hogy ne legyen hülye. Én sokszor voltam hülye, sokszor voltam balek, ezt az egészet egyébként így hívhatjuk idealizmusnak is, én ezt jobban szeretem. De mindegy, hogy hívjuk, igen, naív voltam,
egyfajta gyermeki naivitást most is szeretek magamba, mert ideák nélkül és bátorság nélkül és a vakmerőség nélkül nem lenne annyi élményanyag az életemben, amennyi lett. Tehát ezért én Amerikának is lehet, hogy fél évig padlón voltam a Michael Madsen-es sztori miatt, de azért én hálás vagyok annak a sztorinak, mert nagyon sokat tanultam. Egyébként meg életem szakmai csúcspontja a Michael Madsennel eszközölt divatfotózás volt. Nekem a portfóliómban az a csúcs. Azért mégiscsak Hollywoodba fotóztam egy nagyon menő hollywoodi sztárral egy teljes kollekciót. De azért akkor... a Michael Madsennek a mai napig is 150 elcegról van a szekrényében. Én erre baromi büszke vagyok. De és mai napig hordja. Miért törtél össze ennyire? Mert hogy fél évig az ego tört össze. Az ego tört össze. Azért... Nem az vagyok, aki reméltem, hogy vagyok? Hát kb. Igen, szerintem igen. 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 Ott öngyilkossággal is kacérkodtál, hogy megfordult a fejedbe sok szörnyű gondolat. Az öngyilkosság talán durvább, hogy egyszer az őrület határán álltam. Volt egy olyan pont, amikor azért jöttem, és barátaimmal találkoztam, és várták a sikersztorit, emlékszem konkrétan erre az esetre, egy koncert után, várták, hogy beszámoljak, azt várták, csillogó szemmel jövök, és beszámolok, és egy ideig tudtam tartani ezt a frontot, hogy én úgy adjam elő, hogy ne is hazudjak, mert nem szeretek hazudni, lódítani, de ne is valljak szint teljesen, és ezt bizonyos pontig tudtam tartani, aztán egyszer csak az olyan durva volt, beszélgetés közepén hátrafordultam, hazaszaladtam, és otthon leültem az ágyra, és ott majdnem megőrültem. És képzeljétek el, volt egy pont, amikor konkrétan döntenem kellett, most megőrülök, vagy túlélem. De azt el lehet dönteni. Képzeld el. Akkor hozol egy döntést. Az egy és olyan érdekes módon, akkor szeretném, mert gondoltam, hogy az én anyám, az én apám, a tesóm, vagy a párom mit gondolna, hogyha én megőrülnék, és a diliházba kéne járni, látogatni, hogy folyik a nyál a számból. Na ezt nem. De milyen jelekkel tört rád az úgynevezett őrület? Hát azt tudod, amikor benne vagy. Meg fogsz őrülni. Tehát zakatol az agyad, felrobban. Tehát én nem tudom, hogy vannak-e erre szavak. Az őrülettől nincsen erősebb szó, hát azt érezted. Meg fogsz kattanni. Nem tudsz ebből kimászni. Ezt nagyon elcseszte. De nagyon. Nagyon. És ebből nincs kiút. És megőrülsz. És hogy jöttél mégis ki belőle? Hogy úgy döntöttem akkor, hogy nem őrültek meg. És akkor jön a légzéstek, amit tanultál az életedben, hogy na jó, ilyenkor mi van, amikor mondjuk ver a szíved 1000-re, pánikrohamom is volt, elkezd verni szíved 1000-re, fölmegy a vérnyomásod 200-ra, érzed, hogy szétrobban a fejed. Na akkor mit csinálsz? Akkor nem akarok meghalni, nem akarok megőrülni, nem akarok beledögleni, akkor mit tanultam a mérőzőgyök, a spirituális légzőgyakorlatom, mit tanultam a Lárandrástól, mit tanultam a spiritanítóktól, mit tanultam a millió elvonulásom, mit tanultam a nem tudom hol, a gyógyítóktól. Lélegezz. És ilyen egyszerű. Csak, hát, akkor képbe kell lenni, abban a pillanatban dönteni kell, és lélegezni, és nem megőrülni. Akkor is nagyon kiborultál, látszólag rendeződni látszott az életed, szerelmes lettél, a Facebookon lehetett követni, hogy nősülésre készülsz, aztán a mennyasszonyod az esküvő előtt felbontotta az eljegyzést. Azt téged nagyon padlóra küldött. Nem mondott a fejszín, lelépett szó nélkül. Tehát nem volt közlés, hogy... Nem, azóta se. Mert erről nem szeretnék különösebben többet beszélni, mert... Hát csak azért merem megkérdezni, mert még a Facebookra... Kín van. Árultad is a jegygyűrűt. Árultam? Igen. Igen? Hát akkor nagyon meg lehettem sértve. Árultam. És eladtam. Hát arra már nem emlékszem. Arról mit írtam? Arra már nem emlékszem, annak nem találtunk nyomát. A szónékű lépett le, az csúnya volt. Az csúnya. Az agyon mert megint. De hogy vártad az esküvő napját, és egyik hétfőről kedre nem találtad a lányt? Vagy hogy? Szerdára csütörtökre. Igen. Na, úgy, hogy mondod. Te az indoklás se tudod, hogy mi volt a baj? Azóta se. Nem tisztelt meg a bizalmával. Nem is kerested? Hogy ne kerestem volna? És nem veszi fel a telefont, vagy nem éred őt el? Fölvette, és egy másik valaki szólt bele, nem ő. Nem az, akit én megismertem, egy másik valaki szólt bele. Már hogy egy másik? Egy másik énje. Énje, igen. Te ezt mivel magyarázod? Hát az ember egy óriási törést visel el, valakivel tervezte leélni az életét. Én már semmivel nem magyarázom, én ezt a dolgot kitöröltem az anyamból, érdekes, hogy felhozod. Talán, hogyha ez az ügyem elcsitul, akkor talán írok egy másik könyvet,
amiben minden benne lesz. Minden. Mert most pedig sajnos nem lehet benne minden. Még a felese lehet benne annak, amit egyébként megírnék. És az a sztori, miről most beszélsz, az egy olyan sztori, amiből filmet is lehet forgatni konkrétan. Mondjuk a Keserű méz című filmet láttad? Nem, sajnos. Már azt nézd meg. Szóval ilyen Keserű méz című, vagy súlyú, fajsúlyú filmet is lehet forgatni. Én nem akarom ezt a lányt bántani, nem is fogom soha bántani, nem is akarom, hogy kiderüljön, ki volt ő, nem is érdekes, nincs is jelentősége. De majd ezt lehet, hogy leírom év nélkül, mert amúgy talán ez a sztori durvább, mint az amerikai sztori. Márhogy jobban megviselt? Súlyosabb. A súlyosabb az az ügy, ami történt, mint a Michael Mann. Hát Madsen csak hozta magát. Hát ott valójában, hogyha én figyeltem volna 6-7 év alatt a Michael-re, hogy ő mit, hogy, hogyan reagál, akkor nagyjából kiszámítható lett volna, hogy mi lesz a vége. Egyébként nekem van egy nagyon kedves barátom, egy pszichodokim, akihez nagyon sokat jártam különben személyiségfejlesztésre, meg terápiára, meg mindenhova, mert azért ezekből az ügyekből az engem ki kellett mosni, és ő pontosan látta, hogy mi lesz. Pontosan látta. Zennel kapcsolatban. Tehát annyira... A lányjal is látta. A lányjal is látta? Azzal is látta. Csak számodra volt akkor ez egy hatalmas meglepetés. De mondta is. Hát csak nem figyeltem rá, mert nem figyeltem. Ott voltam ott megfigyelni. A börtönbe te voltam megfigyelni. Mert ha nem figyelsz, akkor ott nagyon rossz vége lett. Tehát azért mondtam a börtönről, hogy az egy kíméletlen kiképzőtábor, a valóságnak a csúcsa, mert ha ott nem vagy éber és nem figyelsz, akkor nagyon-nagyon rosszul jársz, ott nem babra megy. De én akkor még nem figyeltem. Amiket most mondtál, az amerikai ügy, meg ez a félresiklott mennyasszony ügy, én akkor nem figyeltem. Rá is térhetünk 2022. október 21-ére, amikor téged a rendőrök őrizetbe vettek. Igen. Úgy tűnt, nekem legalábbis kívülről, hogy úgy révbe kezdesz érni, ha csak a közösségi médiáról vagy indulunk ki. Szerelmes voltál, turbékoltatok, úgy jó paszba voltál, abszolút. Amikor is ez úgy abszolút. Villámként csapott abszolút. Le rád. Abszolút. Ennek bármilyen előjele számodra volt. Ugye mondjuk el, ha valaki esetleg nem tudná, a Váci úton vezettél, nálad volt az autóban kábítószer, a rendőrök igazoltattak, megtalálva mindezt rabosítottak is, őrizetbe vettek. Röviden. Hát nem figyeltem, akkor sem figyeltem. Mire? Mire kellett volna? Hát arra, hogyha valaki, azok ellen a törvényhozók ellen küzd, mint egy szabadságharcos, vagy mint egy forradalmár, vagy mint egy mozgalmár, akik a hatályos törvényeket hozzák, de közben ezek közül a törvények közül néhányat azért, hát hogy mondja, akaratán kívül, vagy balegságból, figyelmetlenségből megszeg, annak rossz vége lehet. Melyik törvényt szegtette annak meg? Rossz vége lehet, mert én a törvény innenső oldalán állok, ők meg az onnanső oldalán állnak, és az erőviszonyok nem. Hát a kábítószer birtoklása a Magyarországon az törvénytelen. De te csak birtokoltad a kábítószert, vagy kereskedtél is? Én birtokoltam. Hát a vád pedig az, hogy kereskedtem vele. Tehát ez a probléma. De miért ez a vád? Hát azt a nyomozóktól, meg az ügyészségtől kéne megkérdezni. Én erről nem tudok beszámolni, én nem vagyok drogkereskedő, én azt tudom neked elmondani, amit én tudok magamról, hogy én divattervező vagyok, én mozgalmár vagyok, forradalmár vagyok, balek vagyok, idealista vagyok, humanista vagyok, de egy nem vagyok, biztosan drogdíler, az nem vagyok. Soha nem értékesítettél nem. drogot pénzért? Nem. Ugye nálad 100 g marihuánát és 16 g kokaingyanú sport találtak. Vannak erre nézve különféle kategóriák. A csekély mennyiségű kábítószer az kokainnál 2, a fűnél 6 g-nyi hatóanyagot jelent. A súlyosabb megítélés alá eső mennyiség pedig kokainnál 40 és fűnél 120. Tehát azért az egy jelentékeny mennyiség, ami nálad volt, vagy amit nálad lefoglaltak. Nem? Nem. Hát először is ugye az elég sokszor tisztázódott, hogy a kokain, ha már erről beszélgetünk, az bruttó 16 g. Tehát az fémdobozzal együtt 16. Az fémdoboz nélkül, tehát maga a por, az 1 gram volt. Annak a hatóanyag tartalma, az meg ki se számolható, mert annyira csekély, értem. Igen, tehát az gyakorlatilag nincs. Annyira kevés. De nagyon nehezményezem különben, hogy azok után, hogy ez már tisztázódott, a nyomozók által is, a bíróság által is tisztázódott, hogy ez nem 16, hanem 1, a mai napig azzal rócskozik az összes sajtó, 16. Én nem értem, hogy mi kell még ahhoz a sajtómunkásoknak,
mindenkire gondolok, hogy felfogja az agyába, hogy 16 nem egyenlő egy. És ha egyszer egy, most tisztába tettük, nekem sem volt az egy, akkor az egy, nem 16. Mert a fémdoboz, az nem kábítószer, az egy fémdoboz. A 100 gram marihuánát, azt mivel magyarázod? Az egy jelentékeny mennyiség, ugye? Hát az se jelentős mennyiség, hál' Istennek. A 100 gram bruttónak a hatóanyag tartalma lett 13 gram. A hatóanyag tartalma. Most a 13 gram az a csekély mennyiséget alig haladja meg. De nagyon messze elmarad a jelentőstől. Ez nagyon fontos. Tehát a kettő közt van, igen. A kettő közt van, is jóval a csekély fele, mint a jelentős fele. Ez fontos. Hát az, hogy mit keresett nála, azt én elmondtam nagyon sok helyen. Balek voltam, hagytam, hogy törbe csaljanak, hagytam, hogy csőbe húzzanak, és nem figyeltem. De ki akart téged csőbe? Hát ezt majd a nyomozók kiderítik. Én ez az, ami olyan része a nyomozásnak, amit én nem szeretnék itt elmondani, mert szerencsére nem a bíróságon vagyok. De te tudod, kiről van szó? Én tudom, persze. Hozzád közel álló ember? Leírta a média. Balek voltam. Egyébként szerintem ő is Balek volt. Tehát ezt akartam kérdezni, ő nem neked akart ártani, hanem ő ugyanúgy... Balekok vagyunk. Tehát vannak drogkereskedők, én láttam el a börtön a drogkereskedőket. Tehát engem, amikor kérdezik, hogy mivel vagyok bent, akkor egyrészt mondtam, hogy politikai vagyok, mert szerintem politikai vagyok, de egyébként 100 gram fű volt nálam, és kiröhögött mindenki. Tehát, hogy annyira csekkének gondolja. Hát 100 gram, annyit esznek reggelire gombába, tojásra. De Zoli, miért volt nálad 100 gram marihuana? Mert Balek vagyok. Ezt értem, de hogyha ezt nem akartad elszívni, akkor miért tartasz magadnál ekkora mennyiséget? Én ezt elmondtam már a nyomozóknak, majd a bíróság eldönti, hogy hisz nekem vagy sem, de balegságból. Balegságból. Őszintén mondom neked, hogy balegságból. Nem volt el szükség, balegságból. Igaz az a... Lúzerségből. Teória, ami a sajtóban megjelent, hogy azzal húztak téged csőbe, hogy azt mondták, hogy egy jó ideig nem lehet majd kapni kábítószert, ezért érdemes bevásárolni belőle jelentékeny mennyiséget? Mert hogy nem fogsz tudni hozzájutni? Ez az információ a sajtóból, ez valós. Tehát te azt mondod, hogy nem akartál vele kereskedni, nem. Tehát nem azért vetted, hogy másnak majd elpasszold jó pénzért, pontosan, hanem te tulajdonképpen betárasztál belőle saját használatra. Így van. Magyar hatástörvények szerint még a kábítószer birtoklása is törvénysértés. Sőt, a fogyasztás is törvénysértés. Én nem voltam egészen tisztában azzal, hogy amit én csinálok, az a balegság, az a lúzerség, az ilyen súlyos fokú törvénysértés. Nem tudtam, én nem tudtam azt, tehát, és ezt erre mondom, hogy nem figyelek, vagy béna vagyok, vagy balek, hogy ennyire brutálisan súlyos következme lehet már magának a birtoklásnak is. De Zoli, én vagyok az alsó küszöb, én nagyon távol állt tőlem a kábítószer, meg annak a fogyasztása, de hogy a 100 gramnyi nálad lévő mennyiség, uh-huh, az mennyire számít szélső értéknek? Tehát egy fogyasztó az általában mennyit tart magánál? Csak hogy értsük. 10-20-at mondjuk. Uh-huh. És az hány napra elegendő adag? Hát az attól fog, ki mennyit szív. Van, aki egy nap elszív 5 grammot. Az a hardcore. Valaki meg egy hónap alatt szív 5 grammot. Ez változik. Neked a 100 gram az mennyi volt? Tehát én ezt a nyomozóknak elmondom, hogyha megkérdezik, neked most nem fogom elmondani. Uh-huh. Az igaz, hogy te minden nap szívtál marihuánát? Valahol azt nyilatkoztad, hogy te napi én szinten... Én esteként relaxáltam, megalkottam, igen. Szinte minden nap? Uh-huh. Mihez kellett ez neked? Leginkább az alváshoz. Az alváshoz. Kiválóan lehet tőle aludni. De te függője voltál ennek? Nem, képzeld, hogy nem. Mert én nagyon sokat olvastam a börtönbe, 16 könyvet olvastam el, és 16-ból kb. Fele a drogozással és a függőséggel foglalkozott. Október 21-én volt egy jelentős elvonás, hiszen börtönbe kerültem, ahol nemhogy marihuana hoz, de még kávéhoz se jutottam hozzá, tehát semmihez nem jutsz hozzá, telefonodhoz, semmi se. És az érdekes a dologban az, hogy se elvonási tüneteim nem voltak, se sóvárgásom nem volt. Tehát szerinted miért nem? Azért, mert én nem voltam hardcore fogyasztó azért. Azóta drogoztál-e, mióta kijöttem? Természetesen nem. Hát hogy? Hát ez bűnismétlés. Nagyon nagy hülyeség lenne a bűnismétlést elkövetni. Természetesen nem. És kijöttél, nem is hiányzik? Tehát a sóvárgás ugyanúgy elmúlt, ahogy beléptél? Kérdez, de hogy nem. Nem, rá. Tehát az a nagyszerű ebben a dologban, és azért lehetek még akár a börtönnek is hálás, mert megtanultam anélkül is alkotni, hát a börtönben ugye alkottam majdnem végig, és ott tisztán, józan ésszel, azóta is, és azóta rengeteg sok mindent csináltam, az zing, ami rajtam van, ez is egy
egy bent elkezdődött tervezés egy kinti kivitelezése. És lám, milyen barom jól néz ki. A könyvemet végig tisztán írtam. Ugye a rádióhallgatók kedvéért mondjuk el, börtön mintázatú, vagy rács mintázatú. Ez a rács, ez konkrétan annak a rácsnak a mintázata, amin én keresztül fél évig láttam a világot. Bent az árkából is, meg a sétálóból is. Ez pontosan annak a rácsnak az egyegyarányú mintázata, lenyomata. Hát nyilván átszínezve. A dizájn azt jelenti, hogy ez ugye nem egy szürke, kopott, rozsdás vasrács, hanem szépen meg van színezve, és három éve át van tél. Illetve írtál egy könyvet naplószerűen, kezdted el benn ott a börtönben. Mindjárt beszélünk még a könyvben leírtakról, ahol részletgazdagon feltárod az ott töltött napokat és a szabadulásod időszakát, illetve a benned lezajló folyamatot, de pár dolgot még sajnos el kell varnunk az üggyel kapcsolatban, ne maradjanak a nézőben kérdések. Ez is a sajtóban jelent meg, megerősíteni, senki nem erősítette meg. Ugye Cutor Zoltán kiállt melletted, és azt mondta, hogy 1000 éve ismerte téged, ő még nem látott drogot fogyasztani, és kizártnak tartja azt, hogy te kereskednél vele. Viszont jelentkezett ott egy szemtanú, aki arról írt, hogy volt egy születésnapi buli, egy fényűző születésnapi buli, ahol tálcán hordták körbe a drogot. Ez igaz-e? Ez ugyanaz a túlzás, mint a 16 gram kokain. Az 1 gram kokainból 16 lett, és még mindig az, pedig már a bíróság is kijelentett, hogy 1 gram, meg a vegyész szakértő. Én voltam azon a bulin, én nem láttam tálcán kokain. Ez egy hülyeség. Ez a rabosításod előtti időszakban volt. Így van. Én nagyon remélem, hogy ezekben az újságcikkekben elhangzó blödségek nem szerepelnek nyomozott anyagba. Mert egyszerűen bíróság nem az a dolga, hogy a bulvárcikkekből tájékozódjon. Teljesen igazad van, nekünk viszont mégis föl kell tenni ezt a kérdésre megjelent, csak a tisztánlátás érdekében. Ugye te azt mondtad, ha én jól értelmezem, hogy azt nem mondhatod el, hogy ki és miképp szedett rá téged és titeket, de magasabb erők dolgoztak azon, csak legalábbis én ezt próbáltam gondolni, amit te mondtál, hogy te oda kerülj, ahova kerültél. Én így gondolom, igen. És te a politikát látod e mögött? Mert hogy a politikai mozgalmárságodat említetted főindokként. Túl sok a véletlen ebben az ügyben ahhoz, hogy ne ezt gondolja. Túl sok az összestimmelés, az összeklappolás, a pezülöket összerakosgattam, volt rá egy fél évem. De Zoli, tudod te ezt bármilyen szempontból is bizonyítani? Nem. Nem tudom bizonyítani. Nem is akarom bizonyítani. Nekem van egy ilyen gondolatom, nekem van egy ilyen érzésem, nekem van egy ilyen meggyőződésem, nekem ezt nem kell bizonyítanom senki fele. Miért kéne bárkinek bizonyítanom ezt? Ugyanakkor azt mondod, mert azért ez egy erős állítás egy hatalommal szemben. Az, hogy én mit gondolok, az egy erős állítás. Én ezt gondolom, én ezt mondtam. Ugyanakkor szintén azt mondtad, hogy ha ez így történt volna, teszem hozzá én, tehát hogy egy felsőbb erő szeretett volna téged vagy titeket nyakon csípni, akkor miért nem akkor kaptak el, amikor átvetted a drogot? Baromi jó kérdés. Na, nem tudok ezekre válaszolni. Mert gondolom, te azt vélelmezed, hogy téged megfigyeltek. Ezt nem vélelmezem, ezt tudom. Hát ez benne van a nyomozott iratokban, és engem fél évig figyelt a titkosszolgál. De miért? Hát azt tőlük kell megkérdezni, hogy miért. Te arra gyanakodtál, hogy létre akartál hozni egy klímamozgalmat, amely párttá nemesülhet. Ugyanakkor az ügyvédet is azt mondta, hogy azért ahhoz, hogy valakit letartóztassanak, azért ahhoz egy klímamozgalom életre hívása kevés. Tehát... Az kevés. De amit én kitaláltam, és szerintem erről már beszélhetek, az sokkal több volt, mint klímamozgalom. Csak te nem politizálsz ebbe a műsorba. De hogyha kíváncsi vagy rá, én elmondom, hogy ez klímamozgalomnak indult, de azért azelőtt, hogy klímamozgalmat alapítottam tavaly tavasszal, azelőtt azért 6 éve már elég súlyosan benne voltam a közéletbe, ha úgy tetszik a politikába. Nagyon magas szintekig jutottam el. És hát bizony közben kommunikáltam a Facebookon, hogy nem tetszik a rendszer, így röviden. Hát ezt mondjuk elég intenzíven toltam. Sőt, hát szerintem túltoltam. Én ezen is sokat gondolkoztam a bőribe. Milyen értelembe toltad túl? A következmények tükrébe toltad túl, vagy higgadt fejjel is úgy gondolod, hogy mértéktelen volt? A következmények tekintetében is túltoltam. És azzal a tudással, ahogy kijöttem a börtönből, azzal a tudással egyébként is úgy gondolom, hogy nem kell. Nem kell ezt, nem. De nem kell az oroszlán bajszát húzgálni. Hát egy kicsit elbátortalanodtál? Nem, csak más eszközeim vannak. Tehát ha az ember a társadalmat akarja megváltoztatni, akkor kudarcot fog vallani mindig. Ha az ember a világgal harcol, akkor mindig veszíteni fog.
ha én a társadalmon akarok segíteni, akkor egyetlen egy dolgot tehetek, magamnak segítek. Így tudom a társadalmat fejleszteni, nem úgy, hogy neki megyek a társadalom fejének, a vezetőinek, ész nélkül, és fröcsögök, hisztériázok, megmondok. Hát, te ezt csináltad? Hisztisztél? Ezt csináltam. És fröcsögtél? Fröcsögtem. Fröcsögtem, hisztisztem, és számomra is méltatlan dolgokat írtam le politikusokra. A politikus az politikus. Mondasz egy példát, amire ma már az gondolod, hogy eltúloztad. Hát ott van például az O1G póló. Most már nem csinálnék O1G pólót. Az egy dolog, hogy mit gondolok a politikai vezetőkről, ugyanazt gondolom, mint ezelőtt. Csak nem csinálok O1G pólót, nem érdeke. Már kimosódott belőlem ez a düh, ez a harag, ez az indulat, ami O1G pólókat csináltatott velem. Nincs már bennem ilyen. Zoli, az nem lehet-e, hogy egész egyszerűen, kérdezem, fogalmam nincs, nem ismerem ezt a világot, fennakadtál a hatóságok figyelmén, most a rendőrségről beszélek, mind droghasználó, és egész egyszerűen egy láncot elkezdtek figyelni, ami által te is bekerültél az ő fókuszukba. És így kapcsoltak le, hogy ehhez a hatalomnak, a politikai szerveződésnek, amit te célul tűztél ki abban az időben, semmi köze. Ez is lehet. Én nem ezt tartom valószínűleg, hanem egy másik verzió. Te a politika csinálást, vagy a politikába való lépést látod a főindoknak? Én azt gondolom, hogy nem politizálok, akkor engem 72 órából kiengednek 160 fővel, mint hogy eddig mindenkit kiengedtek 72 órából 160 fővel. Ha én nem politizálok, akkor én nem ülök fél évet azért, hogy megvárassam a vegyész szakértő véleményt, ami megállapítja, hogy a 16 gram kokain az csak 1 gram, és egyébként a 100 gram marihuana hatóanyag tartalma 13 gram, ami a csekélyt alig meghaladó. Ezzel nem ülsz bent fél évet, ha nem vagy politikai aktor. Ezzel 72 órát ülsz bent. Az ügyvédem szerint, meg a precedensek szerint. A különböző... És milyen veszélyt jelentett a mozgalmam, amiről mégse számoltam, mert pedig az volt a kérdés. Ez egy klíma mozgalomba csomagolt, politikai mozgalom volt, és baromi jó ki volt a láb, és nagyon ment. Így nagyon röviden. Nagyon ment. Szerintem ezzel sodoltam magam bajba, igen. A könyvben felidézel egy jelenetet, amiben azt mondod, hogy minden kérdésre remegve válaszolok, majd behoznak egy papírt 4 fotóval. Rábökök régi cimborámra. Fáj a szívem, de ez most kurvára nem a régi barátságok ideje, inkább az igazságé. Ha meg akarom úszni, muszáj lesz őszintén. Ez itt már nem vicc, élethalál kérdés. Igen. Te tulajdonképpen akkor régi barátaidról is kellett, hogy vaj, ha jól értem. Hát a nyomozók feltettek kérdéseket. És akkor volt egy ügyvédem, aki megbíztam, és aki az ügyemet képviselt, és engem képviselt, és az ő tanácsai szerint jártam el. Egész pontosan így történt. De azért ez jár meghasonulással, nem? Jár. Jár. Összetöréssel is jár. Őneki ebből lett baja? Kinek? A barátodnak, akinek a nevét így módon megemlítetted, vagy rá kellett bökned a fényképre. Hát ez megint egy olyan kérdés, ami a nyomozókra tartozik. De emberileg téged ez mennyiben érintett? Hát gondolom azért ez az nagyon. Élet egyik legnehezebb feladata. Ez így van. A legjobb tudásom szerint ráhagyatkoztam az ügyvédemre. Így jártam el. Egyébként ezzel együtt is természetesen hihetetlen lelki traumákat éltem meg. Igen, volt, hogy bőgtem. Volt, hogy remegett. Ekkor is? Ekkor is. Ővel találkoztál-e azóta? Kivel? Ezzel a régi cimboráddal, aki nem találkoztam. Nem is tudsz róla semmit? Nem tudok róla semmit. Semmi többet, mint amit az újságból lehet tudni. Tervezed, hogy valamikor ti beszéltek? Ha lesz nem alkalmad? Tervezem. Nem. Miért nem? Hát azért nem, amit az imént neked elmondtam. Én szerintem konspiratív elemeket tartalmaz az ügyem, és ha valaki, bárki ebben a konspirációban bármilyen módon részt vett, akár tudatában, akár tudattalanul, azzal én nem óhajtuk beszélni az életben soha többet. De ha tudattalanul, tehát akkor, szándékai ellenére... Ha tudattalanul, akkor van esély arra, hogy beszéljünk az életbe, ha tudatosan, akkor nincs.
Jó, ez még nem derült ki, és nem is fog kiderülni. Nem tudom, hogy ki fog derülni. Jó sejtem, hogy ez az az ember, akiről beszéltünk az interjú elején, nevezetesen akiről beszélt az ügyvéd, nevezetesen, vagy az, hogy vagy nem az. Törbe csaltak. Vagy az, vagy nem az. Tehát lehet, hogy többen is vannak ilyen értelemben, lehet, hogy többen is vannak, igen. Uh-huh. Igen. Értem. Te csalódtál-e bajtársadba, barátodba, régi cimborádba? Cutor Zoli nagyon példásan felsorakozott melléd rögtön, azonnal, de volt-e olyan, akitől nagyon vártál volna valami fajta bajtársias kiállást, és ez elmaradt? Hála magasságos jó Istennek, az a elmúlt 50 év, ahogy én a szívemet ki tudtam tenni, és ki is tettem mindig az asztalra, és ahogy én barátságokat ápoltam, és barátságot kezeltem, azt kell mondjam neked a legnagyobb örömmel és hálával, hogy a barátaim 99%-a, sőt, tovább megyek, a magyar közvélemény, vagy a budapesti közvélemény 99%-a elismerően, támogatóan, barátilag és szeretettel áll hozzám. Az az 1%, aki lemorzsolódott, aki esetleg csalódtam, az meg annyira kevés, annyira elhanyagolható, szinte szóra se érdemes. És ezt most halálőszintén mondom neked, erre nagyon büszke, hogy én 27 alatt 40 ezer ruhát terveztem, kiítottam Hollywoodig, én csináltam azért nagyon sok olyan dolgot, ami figyelemfelkeltő lehetett volna. Én nagyon szégyellem, és nagyon sajnálom, hogy ez volt az ügy, ami országos visszhangot keltett. Én megkövetem magam, én sajnálom. Sajnálom, hogy... Kitől kellene szerinted neked leginkább bocsánatot kérni? Az élettársamtól. Meg is történt? Meg a szüleimtől. Természetesen, hogy ne történt volna. Szüleid összetörtek? Nem, kérdezett, nem törtek. Nem, az édesanyám nagyon erős volt. A könyvben szerintem az egyik legmegrázóbb része, amikor azt mondod, hogy itt mész medvében, ugye ezt hívják medvének, amikor össze van kötözve a kezed és a lábad is. Így van. Bilincs van a kezeden, bilincs van a lábadon, és a kettő össze van kötve, plusz még egy vezetőszáron vissza tekes, kommandós, tyúkjás, gépfegyveres ember. És azt mondod, hogyha ezt most édesanyám látna. Az biztos, hát az figyelj, az... Én akkor, amikor vittek át egyik épületből a másikba, egyébként pont a 72 órás tárgyalás után, vagy közben, tárgyalásra vittek medvében, két gépfegyveres, tekes, kommandós, vagy művelet is, akkor azon remektem, hogy csak média legyen. És mondtam is a két tagnak, hogy az Istenre kérem őket, hogy valami olyan úton menjünk, ahol nem lett média. Vagy van-e egyáltalán, láttak-e újságírókat, láttak-e kamerákat, láttak-e, mert méltatlan az egész. Tehát én nem terrorista vagyok, nem bűnöző vagyok, nem gyilkos vagyok, nem egy rohadék, alávaló gazember, szélhámos bűnöző vagyok, akit medvébe kell vinni, de ha ez a szabály, akkor tegyék rá medvét, de az olyan megalázó, hogy azt nem lehet emberi szavakkal kifejezni. Édesanyám mindezek ellenére nagyon erős volt, hál' Istennek nem volt ott a média, amikor medvébe vittek, nem látott engem a családom ilyen állapotban. Az édesanyám pontosan tudta, hogy nem vagyok bűnöző, pontosan tudja, hogy nem vagyok kábítószerkereskedő. Zoli, szerintem nem árt tisztázni a bűnfogalmát. Mondtad, hogy megkövetsz mindenkit. Az igaz. Szégyelled magad. Az igaz. Szerinted mi a bűn? Ma mit gondolsz bűnről? Mert lehet vélelmezni sok mindent, hogy miért történt ez veled, az bűne, hogy az ember ilyen mennyiségben tart magánál olyan szert, amit a törvény tilt. Magyarországon, amit a törvény tilt, az bűn. Magyarországon, sőt, mindenhol a világon, amit az állami törvények tiltanak, az bűncselekménynek számít. Magánemberként, a lelkiismereteddel szembenézve bűnösnek érzed magad? Nem. Nem, egyáltalán nem. Akkor miért kell bocsánatot kérni a családtagjait? Hát azért, mert ilyen helyzet, mert a balegságommal bajba kevertem magam. Én nem bűnöző vagyok, hanem baleg. Ezt elmondtam a bíróságról is, elmondtam a nyomozóknak is, most elmondom neked is, elmondom az ország közvéleményének. Ezt gondolom. De én ezzel a balegsággal én nagyon gyalázatos helyzetbe kevertem magam, hiszen börtönbe töltöttem egy fél évet. Tehát senki nem mossa le rólam. Se én, se senki. Szerinted... És a szüleimnek... és az élettársamnak, a kedvesemnek ezt a rettenetes, brutális szégyent el kellett viselniük. Ezt szégyent hoztam rájuk. Hát hogy ne kérnék bocsánatot könnyes szemben, hogy ne... Hát nem is, nincsenek szavak rá, hogy én hogy szégyeltem magam ezért, hogy én rájuk ilyen szégyent hoztam. Megbocsátottak? Természetesen. Azért a barátnőd esetében ez nem volt sétagalop. Nem volt sétagalop. A könyvben ez azért elég... kiterjedt módon van taglalva, nevezetesen, hogy amíg te benn voltál, ő megtalált egy csomó csetüzenetet. Igen. Más hölgyekkel folytatott, hát elég régóta húzódó üzeneteket, amelyek azért nem alkalmi viszonyt feltételeznek, ugyanis
leíródott, mondja a barátnőt, hogy szabályos háremet tartott Zoli. Volt, akivel egy évig folytattál viszont, írjátok a könyvben, és ő azt érzi, hogy te elárultad őt, nevezetesen, hogy a legbelsőbb dolgokat is megbeszélted vele, mármint a szeretőddel. Én ezt tartom bűnnek. Ez a bűn. Én ezért bűnhődtem. Én, Endre, őszintén mondom neked, hogy fél év alatt, amíg benn voltam, én végig emiatt bűnhődtem. Én végig ezt vezekeltem. Nem azt, amivel engem vádoltak. Fű. Nagy ügy. Én ezt tartom a legfőbb bűnömnek, amit a Marian ellen elkövette. És most is azt tartom a legfőbb bűnömnek. És én ott azért vezekeltem, és azért ültem fél évet, hogy ezt jóvá tudjam, ezt valahogy jóvá tegyem. Ezt jóvá lehet tenni? Hát nézd, ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy az ő irántam ez a szeretete, és az én irántam ez a szeretetem sokkal nagyobb, horderejű, nagyobb energiájú, nagyobb intenzitású, mint az a gyalázat, amit elkövettem ellene. Tehát úgy tűnik, hogyha mélegre tesszük a sztorikat, akkor a szeretet győzött, és nem pedig az ego sértettsége. Én nagyon hálás vagyok, és nagyon még jobban szeretem, mint előtte, és ha valami egy kapcsolatnak a próbája, akkor az ez. Hogy meg tudsz-e bocsátani a másiknak? Hagyod-e, hogy jóvá tegye? Van-e bűnbocsánat? Ez hogy lehet jóvá tenni? Van-e vezeklés? Úgy, hogy most csinálom. Őszintén. Az, hogy először is megbánod, megbűnhődsz, bocsánatot kérsz, és bocsánatot kapsz. Így lehet, Endre. És tudom, hogy ezt nagyon nehéz, ez a legnehezebb, és nekünk sikerült. Egy picit gonoszkodhatom. Hát ha neked jól esik. Nem azért, hogy jól esik, csak hogy az ördögügyvédje is ráosztatik ilyenkor a riporterre. És ezt nézd el nekem, tudod, hogy kedvellek. Parancsolj. De azt mondod, hogy megbánod. Mint a kutya mélységesen. Elhiszem, hogy megbánod. De nem az történt, hogy te elé álltál és elmondtad, hanem egy fatális véletlen folytán lebuktál. Örülök neki, most már állás vagyok ezért. Így történt. Hogyha ez nem történik meg, és téged nem visznek akkor be. A barátnőd a mai napig nem tudja. Hál' Istennek nincs ilyen az életben, hogy ha, mi lett volna, ha, meg mi lenne, akkor meg mi lett volna, akkor ilyen nincsen. Az van, ami van. Itt és most. Engem az itt és most tartott életben a börtönbe. És most is az itt és most tart életben, és tart éberen. És egy ilyen kérdésre azt válaszolom, Endre, hogy nincsen ilyen, mi lett volna, ha. Az van, hogy mi van most. Tehát el tudod képzelni azt, hogy ha nem buksz le, akkor egyszer te tiszta lapot nyitsz, és elmondod ezt a barátnődnek? Semmi jelentősége nincsen ennek. Mert így történt, és ennek így kellett történnie. Én az isteni gondviselésben hiszek, én a karmában hiszek. Tehát én elkövettem egy bűnt, és én megbűnhődtem érte. És a hazug embert hamarabb butulik, mint a sánta kutyán. Ez nem a buddhista tanokban van, hanem a magyar közmondás folklórban van. Így van. Okozat. Szemétláda voltam, lebuktam, megbűnhődtem, keserves kegyetlenül, és az első pillanattól szerettem volna jóvá tenni. Az első pillanattól ott, hogy a börtönbe elsírtam magam, amikor a barátnőmre gondoltam. Az első pillanatban ez volt a cél, hogy csak ő ne sérüljön, hogy csak őt valahogy megkímelni ettől a rohadékságtól, amit csináltam. Figyelj, ez nem volt egy felkeresmenet. Ez volt a leges-leges legkeményebb. A legkeményebb. Keményebb volt, mint a medve, keményebb volt, mint a tekesek, keményebb volt, mint a felügyelő, mindentől keményebb volt az, hogy én milyen fájdalmat okoztam neki, és hogy én ezt hogy fogom tudni visszacsinálni, hogy fogom tudni jóvá tenni. Nem tudok jobb szót mondani, jóvá tenni. Zoli, azt te tudod ma már, volt időd gondolkodni ezen, hogy miért csináltad ezt? Tehát miért volt szükség neked egy ilyen szeretetteljes kapcsolatba ennyi kalandra mellette? Miért van szüksége a férfiaknak erre? Erre van neked válaszod? Hát Freudnak van válasza, Jungnak, hát igen, mondjuk a többségnek. Tehát miért veszel valaki egy nőt, vagy miért megy hozzá a nő a férfihoz, hogyha két év múlva elválnak? Magyarország nem csak alkoholizmusba vezet, hanem válásba is vezet, de egyébként depresszióba is vezet. Én azt hiszem, hogy nem tudjuk egyébként, hogy miféle erők mozgatnak minket. Miért akarok kompenzálni? A szégyelős kisfiú akar kompenzálni, körül beszéltünk a szódás szifonos szemeges. Vagy az a Zsuzsika, aki egyébként Zolika lett, és akit 9 hónapig zsuzsikáztak, a szülei nem rossz indulatból, nem gonoszságból, egyszerűen csak egy vágyuk volt, hogy ha volt már egy kisfiú, akkor legyen egy kislány. Tökre mindenki ezt szeretné. Ez az ideális. De hogyha zsuzsikázunk egy fiú magzatot, akkor akaratlanul is
hatással vagyunk a később életére, mert olyan misztikus erők működnek a világban, és olyan misztikus erők működnek az ember elméjében és a szívében, amiről halvány fogalmunk sincs. És az igazságot, a valóságot, a frankó dolgot meg nem látjuk. Vakok vagyunk. Nem tudom a választ erre a kérdésedre. Ez is lehet egy indok, a szórásszemeges kisfű is lehet egy indok, az is lehet egy indok esetleg, hogy nekem a tesztoszteron szintem, a férfi nemi hormon szintem sokkal magasabb az átlagnál. Ez is lehet egy válasz. Millióféle válasz lehet. A kérdés az, hogy az ösztöneid, az ősi ösztöneid ellenére képes vagy-e, és hajlandó vagy-e ellenállni, és tudatos döntést hozni, és tisztességesen viselkedni. De aki ennyit rosszalkodott, az lehet még jó fiú? Szerintem lehet. Igen? Hát én most ezt fogom bebizonyítani, igen, lehet. Szerintem lehet. Hát ha nem hinnék a változásba, akkor kinyírnám magam. Hát ha nem tudnám, hogy én mondjuk 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva sokkal jobb fejleszek, sokkal fejlettebb leszek szellemileg, fejlettebb leszek lelkileg, esetleg még testileg is, akkor miért vele nem tovább élni? Hát ha én nem hinnék a változásba, a pozitív változásba, akkor most kinyírnám magam. Ott, amikor benn megtudtad, hogy a barátnőd tudomást szerzett mindenről, tönkretett az összes, vagy majdnem összes személyes cuccod, bosszúból, fájdalmából, én szerintem érthető sértettségéből. Volt olyan, amikor te azt gondoltad, hogy őt elveszítetted? Hogy? Természetesen. És lecsillapodtunk, lehingattunk, és úgy jöttem ki fél év után, hogy nagyobb a szerelem, mint előtte. Nagyobb a szerelem, mint előtte? Egyértelmű. Hát egy ilyen trauma után. Hát világossá válik, hogy mi fontos, és mi nem fontos. Világossá, elválik a szara májtól, hogy így mondja. Világossá válik, hogy mik az értékek, és mik az értéktelenségek. És a legfontosabb értékek az emberi kapcsolatai. Nem, semmi más. Semmi más. Azért az egy nagy pillanat lehetett azért, amikor oda ment a barátnőd, és két lufit elengedett, amit a börtönablakból láthattál. Akkor sírtam, akkor is. Mert az már azt jelentette, hogy béke van. Nézd, én hámlapmonta vettem le, megtettem fel a fotóit az ágyom fölé. Tehát én amikor már a felső emeletes ágyról lekerültem az alsóra, ugye az már egy hierarchia vagy továbblépés, ez egyik zárkatásom, aki aludt, az elment, az új, aki jött, az felintre került, én fentről lentre kerültem, és lehetőségem lett az ágy aljára kirakni a kedvesen fotóit, amiket amikor a kapcsolatartást, sőt, hát a csomagba, a szülei, mint kapcsolattartók küldhettek a Marianról fotót, ez nem volt megtiltva. És amikor úgy éreztem, hogy járunk, amikor szeretet van, mert olyan információ morzsa jött, akkor kiraktam a fotóit és nézegettem, hogy annyira szeret. Amikor szakítottunk, mert... Jó, hogy ez sokszor előfordult, tehát ez hullámvasút volt. Hát, én nem tudom engem elmondani, a könyvben talán a könyvben érzékletesen le van írva, de én nem tudok fél évet elmesélni. Itt olyan brutálisan, hektikusan változik minden egy pillanat alatt, Endre. Egy pillanat alatt kerülsz a börtönbe is, a pokolba, vagy országba. Tehát négy naponta, amikor a Szabi edzett, vagy a Csabi edzett a zárkába, és fölnézett az ágyamra, az mi van, Zoli, megint jártok? Ki voltak téva a képek? Két napok később. Mi van, szakítottatok? Nem, hol vannak a képek? Hát ez így ment. Ez most nagyon viccesnek hangzik, de nagyon nem volt vicces. És így ment az egész fél év. Azt írja a barátnő ebben a könyvben, de sokat tudsz te, Endre, nem kellett volna neked azt a könyvet adni. Zoli ott hajlik meg mindig, ahol a leggyengébb, a mérhetetlen egóján keresztül. Ez igaz. Igaz? Mint mindenki más. Hát Zoli is egy külön, mint a többi ember. Az én egóm, meg a te egód az ugyanaz, Endre. Az az egó. Az az, ami az embert romlásba viszi. Amikor az elmény átveszi az uralkodást. Le tudjuk fölött. Mi azt csavarni? Hát szerintem az az életünknek az értelme, hogy lecsavarjuk az egót. Azért születtünk, hogy innen áttegyük a fókuszt ide. Igen, képesek vagyunk rá. Azért mentem végig az interjú elején egyik-másik csomóponton, nevezetesen Amerikán, a szódás szemüveges kisfiún, a lányon, aki aztán eltűnt, hogy úgy te kaptad a pofonokat. Aztán itt volt a börtön. Hogy hány pofon kell szerinted neked, Zoli, hogy le tud csavarni ezt az egót? Nekem mérhetetlenül nagy egóm volt. Remélem, hogy nem kell több, Endre, ezt tudom mondani, remélem, hogy nem kell több pofon. Ez a börtönös azért ez egy elég nagy, ez öklös volt, ez nem pofon volt. Ez egy álcsúcsos volt, érted? Tehát az Amerika, meg a mennyasszonyos elválosztori, az ehhez képest pofon, ez meg egy álcsúcs. Érted a különbséget?
Ez kiütött. Ez azt hiszem, hogy ez kimosott belőle mindent, ami nem oda való. Azt ki mered jelenteni, hogy ebből nem tanulsz, akkor semmiből? Akkor egy hülye vagyok. De azt is kimerem jelenteni, hogy az ember hülyeség korlátlan. Az ego harca végtelen, és ember legyen a talpán, aki el tud jutni arra a szintre, ahol mondjuk Lár András tart. És példát említek, vagy Szepes Mária tartotta. Őket mint ilyen buddhista harmóniát tartod szem előtt, ugye? Hát buddhista vagy nem buddhista, olyan magas tudatossági, spirituális szinten vannak ők, vagy hozhatnám Vörös Sándort is például, meg sok mindenki, tanítókat, akiket olvasok, akiket tisztelek, akiket nagyra tartok, Kassai Lajos is idehozhatnám egyébként. Ők egyébként valamit tudnak, amit mi nem tudunk, és nekem ők a példaképém, és én sajnálom, hogy rájuk is szégyent hoztam egyébként. Rájuk mivel hoztál szégyen? Miként? Én nem tudom például, hogy én nagyon büszke voltam, amikor a Kassai Lajossal először találkoztam, és én azt sem tudtam, hogy ő azt is tudja, hogy én a világon vagyok. És amikor engem a barátjaként fogadott első találkozásunkkor is megölelt, vagy kezet nyújtott és gratulált, akkor én rettenetesen büszke voltam magamra. Rettenetesen. És nem tudom, hogy például most ő mit gondolhat rólam, hogy ilyen méltatlan helyzetbe kerültem, és szégyellem magam, hogy nem szolgáltam rá arra a készfogásra. Talán nem szolgáltam rá arra a készfogásra a mostani állapot szerint, vagy a mostani helyzetem szerint, és ezért szégyellem magam. Felmértette azt, hogy a te nimbuszod, hitelességed, amiről most beszélsz, az mennyiben sérült ezáltal? Nem mértem fel. Ez nem az én tisztem ezt elrönteni, ezt majd a közönség elrönti, a nézők elröntik, amikor meglátják a te műsorodat, meg elolvassák az én általam közölteket az én platformomon, tehát nem a bulvár újságban, meg nem tudom milyen médiában megjelent balgasságokat és blödségeket, akkor ők elröntik, hogy mennyire hiteles, mennyire nem, mennyire őszinte, mennyire nem, mennyire emberi, mennyire nem. De megtépázta szerinted a nimbuszod? Hát azóta, hogy kijöttem, és azóta, hogy emberek közé tudok menni, most már 2 hónapja megszűnt a bűnügyi felügyelet, és 2 hónapja szabadon járhatok eltek, én azt tapasztalom, hogy az a mérhetetlen mennyiségű szeretet és támogatás, az soha nem volt ilyen az irányomban, mint most. Negatív beszólást kaptál? Kaptam. Azt az 1%, amiről meséltem neked. Az az 1%, igen. De szemtől szembe vagy kommentbe? Szemtől szembe nem. Nem? Hát szemtől szembe van, aki a minden 100. autóból nem úgy kiabálnak, hogy Király vagy Zoli, veled vagyunk, hanem becsmérlően. Tehát minden 100. az becsmérlő és negatív. Nem tudok vagy mit kezdeni. Azt is megköszönöm. Hálás vagyok érte, hogy tükröt tart. Már lehet, mi van, neki van igaza. Néha erre is gondolsz? Hát nézd, az, hogy kiből mit vált ki az én sztorim, az ő, nem én vagyok. Ha ő neki ellenszemes vagyok, akkor én megadom a jogot neki, hogy legyek neki ellenszemes. Hát szíve joga. Egyébként az ő ellenszemére úgy tudok reagálni, ahogy az Ákában is reagáltam a csetepatéink során az ákatársaimnak, hogy megölelem. Az egyetlen fegyver a szeretet, a gyűlölet erre, nincs más. És mindig működik. És mikor azt mond, kiszól neked a kocsiból, vagy anyázik, vagy leköp, vagy bármi, és én azt mondom, gyere ide, és megölelek, tehetetlen, megsemmisül, és én győztem. Ezt csináltam bent is. Hát meg ezt csinálta veled a barátnőd is, hogy dacára mindennek, odafordult, és szeretett. Veled, ezt csináltam a barát, ez működik, csak ez működik, semmi más, ez működik. Hol tart most az ügyed? Ugye te most szabadlábon vagy, házi őrizet is megszűnt. Így van. Mivel számolsz? Milyen itt? Tudomásom szerint nyomozati szakaszban az ügyem. Ha a nyomozás lezárja a nyomozóhatóság, akkor vádat fognak emelni, az ügyészség vádat emel. Igen, és akkor utána lesz majd egy előkészítő tárgyalás, és akkor utána, ha az előkészítő tárgyaláson meg tudunk egyezni, akkor lesz egy ítélet. Ha nem tudunk megegyezni, akkor lesz elsőfok, meg lesz másodfok, és sok évig is eltartott ez az ügy. Azzal számolsz, hogy ott van a fejedben, hogy esetleg még visszakerülhet? Ott van a fejemben. Én természetesen mindent elkövetek, hogy bebizonyítsam, hogy hasznos tagja vagyok a társadalomnak. Én azt szeretném,
bebizonyítani, hogy mindennek ellenére, ami velem történt, én hasznos tagja vagyok a társadalomnak, és mindent el fog követni annak érdekében, hogy amíg tárgyalásra kell a sor, én bebizonyítsam a bíróságnak is, a nyomozóknak is, az ügyészségnek is, hogy mindenki jobban jár. Mindenki jobban jár sokkal, hogyha én kint maradok, és kint tudok alkotni, és kint tudok segíteni, és kint tudok szeretni, mint hogy be vagyok zárva fél évre, vagy egy évre, vagy nem tudom mennyire, és senki nem jár jól. Senki nem jár jól. És én megtanultam a leckét. Sok mindenről beszélgettünk, és sokan szoktak fogadkozni különböző élethelyzetben, hogy ők most jó emberek lesznek. Szerinted a te esetedben miben és hogy tudjuk majd lemérni, hogy betartottad a szavad? Hát a leginkább a tetteimben. Hát én nem tudom, hogy erre milyen választ kéne adnom. Hát igyekszem megszolgálni a bizalmat, és igyekszem jóvá tenni a bűnömet, vagy a balegságomat, és igyekszem azt a fejlődést, amiről meséltem, azt elérni. Hát igyekszem. Nagyon igyekszem, törekszem. Kívánom, hogy én nagyon sikerüljön. Köszönöm szépen. És remélem nem vetted támadónak a kérdéseinket, vagy kérdéseimet, de muszáj volt egy-két kérdést feltenni. Nagyon ügyesen lavíroztál, azt gondolom, hogy én is nagyon üresen hárítottam el azt, amit elked hárítsa. Köszönöm. Ez egy újságírói munka az, amit te végzel itt. És hogy meghallgattad a válaszaimat, ez nagyon fontos. Én pedig köszönöm a bizalmat, hogy ezt nálunk mondtad el. Köszönöm, hogy megtehettem.